Négy csapat részvételével rendezték meg a Nyíregyházi Szent Imre Gimnázium csarnokában a harmadik korcsoportos lány kosárlabda diákolimpia országos elődöntőjének egyik tornáját. Az első két meccsen nem voltak egy súlycsoportban a csapatok, a miskolciak 45-5-re verték Békésről érkezett ellenfelüket, míg az ötvös 47-9-re múlta felül szolnoki riválisát. A továbbjutástól döntő mérkőzés már jóval kiegyenlítettebb volt. Az első két negyed után a miskolci Herman csapata vezetett, a hazaiak azonban fokozatosan ledolgozták hátrányukat, és egy büntetővel döntetlenre mentették a mérkőzést. A hosszabbítás is jócsán tartogatott izgalmakat, végül egy utolsó másodperces kosárral az ötvös 59-58-ra megnyerte a találkozót. Nagyon-nagyon küzdöttünk, hajtottunk, borzasztó sok hibával, néha kicsikét gyámoltalanul megijedve, de azt hiszem, hogy ez nem is olyan meglepő a lányok részéről, ugye nekik még soha nem volt ilyenben részük, hogy ők kijussanak egy országos döntőre, vagy egy egyáltalán döntőbe jutásért játszanak. Tehát ezt is meg kell tanulni egy ilyen mérkőzésen, itt azért tétje van, keményebben kell menni, küzdeni és hajtani, és minden egyes eladott labdának vagy rossz védekezésnek annak következménye van. Én úgy gondolom, hogy ezek a lányok maximálisan összeszedték magukat, és itt a végjátékra Hegedűs Timén úgy gondolom, hogy egy extra kosárlabdázott, természetesen segítették a többiek is a munkáját, mert ugye a kosárlabda egy csapatsportág. Én nagyon büszke vagyok rájuk, és nagyon örülök nekik, hogy végre sikerült nekik is egy országos döntőre kijutniuk. A tornán a harmadik helyet a békési Hef Ferenc általános iskola csapata szerezte meg. A 8 csapatos országos döntőnek június 17-e és 19-e között Debrecen ad majd otthont.